Elmesélem hát, hogy mi nő az ember természete. És mi minden bajtól van sújtva az idők kezdete óta. Az ember hajdanán három nemű volt. Nem mint most kettő, hím és nő, hanem harmadikul még a kettő elegye, a hímnő, férfinak és nőnek összetétele. Mindhárom fajta ember gömb alakú volt, háta és oldala körkörös. Négy keze volt, combja ugyanannyi, mint keze. Gömbölyű nyakán két arca, egymáshoz teljesen hasonlóak, és a két szem közt néző orcának egyetlen kobakja. Négy fülük volt, szemérem testük kettő, és így tovább minden más micsodájuk, ahogy mindebből kiki elképzelheti. Fölegyenesedve jártak, úgy, mint most, s bármely irányban mozogtak. Azért volt három fajtájuk, mert a naptól származtak a férfiak, a földből a nők, és a holttól azok, akiknek részük volt mindkettőből. Ám ha száguldani akartak, mint a cigánykereket hányok, akik kezükön lábukon buckóznak, körbe a nyolc végtagjukra nehezkedve gurultak. Erejük, hatalmuk iszonyatos volt. Ádász felfuvalkodásban feszengtek, az istenekre is kezet emeltek. Megostromolták az eget az istenek leigázására. Ekkor Zeus és a többi istenek tanácsot tartottak. Zeusnak pedig támadt egy ötlete. No hát, egyenként kettényesem őket, majd fölegyenesedve két lábon járnak. Ha aztán ismét betyárkodni méltóztatnak, és megint nem nyughatnak, akkor újra kettészelem őket, aztán egy lábon szöktécselhetnek. Miután az emberi természet így ketté hasítatott, kiki sóvárgott a másik fele után. Egymást átkarolták, és úgy tartották átölelve. Mert csak egyesülni áhítoztak, és inkább meghaltak az éhségtől és tétlenségtől, mert egymás nélkül semmit sem akartak csinálni. Egész voltunk áhítása és hajszolása, a szeretet. Hajdan egyek voltunk, most áldásságunk miatt úgy ketté hasított az Isten, mint a lajkedai gyómok, gnómok, ladekai mónok az árkádiaiakat. Thank you.
való, ha nem viseltetünk tisztelettel az istenek iránt. Még megérjük, hogy ismét ketté hasítanak, mint a kockát. És akkor úgy járunk elünk majd orrunk mentén ketté vágva, mint a síroszlopokon a domborművek.